Návai Lajos neves politikus az élete során naplókat vezetett, amely élete végére közel 20 kötetre nőtte ki magát. A történelem viszontagságai miatt csupán 2 maradt meg. Az első kötetet még korábban bemutatták, azonban a másodikra most kerítettek sort, amelyen stábunk is kint járt, és egy kis színes összeállításban most megmutatjuk önöknek. A város képviselőtestülete 2020-at Návai emlékévnek nyilvánította, tisztelegve ezzel a neves politikus születésének 150. évfordulója előtt. Návai Lajos Földeákon született, politikusi pályafutásának első negyedét Csanád megyében töltötte. 1892-ben tiszteletbeli aljegyzőnek választották, 1901-ben pedig megyei alispánnal nevezték ki, később a térség országgyűlési képviselőjeként is tevékenykedett. Dr. Halmágyi Pál történész szerint a mai kor emberei és sokat tanulhatnak Návai Lajos munkásságából. Ő egy nagyon felvilágosodott, előrelátó politikus volt, a közoktatásban, a közművelődésben, a népnevelésben is megfogadható javaslatai voltak, tehát az ő egész tevékenysége példát mutatott annak idején is a politikus társaira, és a mai napig el lehet gondolkozni azokon a elveken, amiket ő követett, például az általános titkos választójogot, ő már az 1800-as évek végén követelte, tehát, hogy mondjam, szinte megelőzte korát, olyan politikai éleslátással rendelkezett. Nagyon jó ismerte az egész megyének a agrárnépességét, mik a gondok, a különböző cselédtörvényi kifogások, a kifizetések, a konvenciós szerződésekkel, tehát rendkívül szorosan, életközelből ismerte ennek a vidéknek a gondjait, nehézségeit. Kilice János nyugalmazott levéltáros is nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy ezek az anyagok most a nagy nyilvánosság számára is elérhetővé válhattak. Stábunkat a kezdetekbe is beavatta. A 70-es évek derekán jutott tudomásomra, hogy Návai Lajostól megmaradt 2 napló. Sajnos csak 2 napló maradt meg, mert a családi visszaemlékezések szerint legalább 20 bekötött nagyméretű kézzel írt naplója volt Návai Lajosnak, ami az Ófölddáki kúriában maradt. 1944-ben, mikor a család elhagyta Ófölddákot, ezek ott maradt maga a kúria és gazdátlanul. Ott maradtak a naplók, azt nem tudjuk, hogy mi történt vele, valószínű, hogy megsemmisültek. Ez a 2 napló valami csoda folytán egy ófölddáki lakosnak a birtokába került, akitől aztán az akkori körorvos vagy orvoshoz, földáki orvoshoz, dr. Kertész Dezsőhöz kerültek. Azt mutatja be, hogy Návai Lajos hogy készül a politikai közéleti munkásságára. És az eseményekhez nem csak hogy elemzi, hanem megoldásokat is talál. Egész életén végig húzódik a választójog kérdése, már ekkor is foglalkozik vele, vagy az agrárszocialista mozgalmak vizsgálja annak a rugóit, megoldásokat javasol benne. A források nem tartalmaznak magánéleti témákat, politikai feljegyzésekkel találkozhat bennük az olvasó. Az országgyűlés által megvitatott különböző ügyeket, ezen belül Návainak és képviselőtársainak véleményét, álláspontját. Az első kötet 1988-ban jelent meg, ez az 1910-12 közötti politikai állapotokat vázolta fel, a mostani kiadvány pedig az 1892-től 96-os időszakra tekint vissza. A rendezvény meghívott vendége volt a család képviseletében Návai Kálmán is, aki úgy fogalmazott. Váratlanul érte őket, mikor annak idején előkerültek a politikus jegyzetei. Nagy meglepetés volt, nem tudtunk róla, és nagyon örültünk annak, hogy történetesen a helyi viszonylatban Gilice János barátunk és Palmágyi Pali mindezt létre tudta hozni, meg tudták csinálni, ez egy fantasztikus munka. Ezt így nem is lehet, mert megmondom őszintén, hogy még a második naplóját, tehát ami most megjelent, abban én csak belenéztem, beleolvasgattam, és meglepődtem azt, hogy ez a fiatal ember, akkor fiatal ember.
mi mindenre volt képes, mennyire előre látta az ország helyzetét, mennyire látta a jövőt. A rendezvény fényét a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulójának, Mészáros Nórának a fuvola játéka emelte, akit zongorán Benkő Zoltán kísért. Az esemény védnöke Farkas Éva Erzsébet polgármester, fővédnöke pedig Lázár János országgyűlési képviselő voltak. Utóbbi elküldött üzenetében kiemelte, fontos és tiszteletreméltó törekvés, hogy Makó közössége ápolja Návai Lajos emlékét és hagyatékát, jelen kiadvány pedig lehetőséget kínál arra, hogy világszemléletét és korát még alaposabban megismerhessük.